Biztonságos internethasználat a közösségi oldalak veszélyeire hívta fel a figyelmet a rendőrség szeptember hónapban. Digitális tudásterme a 21. századi oktatás feltételeit biztosítja a Nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola. Ingyenes függetlenítés, október 24-től a szolgáltatók térítésmentesen és legálisan függetleníthetik a telefonok egy részét. Bár a 16 és 74 év közötti korosztály több mint 80%-a felhasználója valamelyik közösségi médiának, az internet veszélyeivel sokan nincsenek tisztában. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szeptember hónapban a biztonságos internet használatot elősegítő információs anyagokat tett közzé a rendőrség. A kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a közösségi oldalak veszélyeire, ugyanis egyre gyakrabban válnak csalás vagy zaklatás áldozatává a felhasználók. Múlt héten jelent meg ez a közlemény a polisz.hu-n, ami megnyugtatta a nyíregyháziakat. Hivatalosan is megerősítették, hogy nem akartak elrabolni egy gyermeket a belváros egyik forgalmas pontján. A közösségi oldalon hamar elterjedt ez az álhír, aggódó szülők és helyiek egyaránt megosztották a bejegyzést. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy felelőtlenül senki ne osszon meg hasonló híresztelést, ugyanis hamar félelmet és pánik hangulatot teremtettek ezzel. Az online térben eltűnik az idő és eltűnnek a földrajzi korlátok. Sokkal könnyebben és gyorsabban lehet kommunikálni, híreket megosztani a közösségi felület segítségével. Itthon a 16 és 74 év közötti korosztály több mint 80%-a felhasználója valamelyik közösségi médiának. A biztonságos internet használat népszerűsítése a kormány számára is fontos feladat. Ma már a fiatalok nagyon-nagyon sok időt töltenek el az online térben, ami nem egy ördögtől való dolog, csak fontos az, hogy tudják azt, hogy milyen veszélyek leselkednek itt rájuk. Éppen ezért mi azt mondtuk, hogy van egy úgynevezett digitális immunrendszerünk is. Ezt a digitális immunrendszert föl kell mérni, meg kell nézni, mennyire erős ez a digitális immunrendszer, és segítenünk kell abban, hogy ezt a digitális immunrendszert erősíteni tudják a fiatalok. Az előnyök mellett ugyanakkor hátránya és meg annyi kockázata is van a közösségi oldalaknak, mondta el a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője 35 perc című műsorunkban. Csak olyanokat tegyünk közzé az oldalon, amelyek vállalhatóak. Tehát túl sok információt magunkról ne tegyünk közzé. Tehát születési időtől kezdve azt, hogy éppen hova menjünk nyaralni, azt, hogy milyen telefonszámon vagyunk elérhetőek, vagy kompromittáló képek, amelyek később esetleg megbánhatja, aki ezt felteszi, ezeket semmiképpen nem. A másik dolog az, hogy milyen eszközt használunk. Ugye nagyon sokszor van az, hogy könyvtárban vagy különböző nyilvános helyeken használnak internetet a fiatalok, ami nem a saját telefonja vagy nem a saját laptopja, hanem egy ottani. Mindenképpen ki kell jelentkezni ezekről a felületekről, nem szabad úgy magára hagyni. Ezért is mondtam azt, hogy az eszközbiztonság az legalább olyan fontos, mint az, hogy valakinek a profilja biztonságos legyen. A jelszavas védelmére hívnám fel a figyelmet. Egyszer tartottunk előadást Tiszavasváriban, egyébként egy középiskolában, ahol az egyik diák a másik jelszavát körülbelül 10 másodperccel kitalálta, mert az autójuknak a rendszáma volt. Tehát azért arra figyeljünk oda, hogy ne legyenek átláthatóak azok a jelszavak, hogy ne legyen, amit nagyon triviális. Ha ezeket betartja mindenki, persze nyilván így is fel lehet törni profilt, meg így is meg lehet mai világban a hackerek, meg a crackerek révén rengeteg eszköz, meg módszer van, amivel meg lehet keseríteni az emberek életét, de egy átlag felhasználó, ha azokat a minimális követelményeket teljesíti, akkor azt mondom, hogy biztonságban lehet. A rendőrség új kampánya elérhető a polisz.hu-n, de munkatársaik az iskolákban is tartanak előadásokat. Az alezredes mégis kiemelte a szülői felelősséget ebben a témában. Prevenciós előadások során, amit a rendőrség tart, azt nem csupán a diákoknak tartjuk, hanem bevonjuk mindenféleképpen a pedagógusokat, illetve lehetőség szerint a szülői közösséget is próbáljuk ezzel kapcsolatban tájékoztatni. Annál is inkább, mert az a tapasztalat, hogy sokszor a szülők sokkal kevésbé vannak képbe, ha lehet ezt így fogalmazni, mint általában a gyermekeik. Sokszor a szülők kérnek segítséget adott esetben, hogy adott egy informatikai eszközt hogyan is kellene használni. Tehát azt tudom mondani, hogy Magyarországon még az internet kultúrája nagyon gyerekcipőben jár, és ebből kifolyólag a közösségi oldalak használata is hát igencsak gyerekcipőben jár. A rendőrség felhívja mindenki figyelmét, hogy amennyiben online zaklatás vagy csalás áldozatává válik, forduljon a hatósághoz. Közel 62 milliárd forintot fordít a kormány a digitális oktatás fejlesztésére. A fő cél az egységesen jó minőségű oktatás megteremtése 21. századi körülmények között. A Nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskolában pénteken átadott digitális tudásterme is a jövő felé mutat, a gyerekek modern oktatását szolgálja. Mondhatod, hogy mit csinálsz?
Hát akkor itt most hozzáadom a 12-t. 12? Igen. Mit? 12 mit? X-et. Jó, X-et te hagytad véletlenül. Matematika órát tartanak a Nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskolában. A diákok azonban nem füzetben jegyzetelnek, laptopon oldják meg a feladatukat. Az iskolában pénteken adták át a digitális tudástermét. A fiatalok körében pedig sikernek örvend az új tanulási lehetőség. Nekem nagyon tetszik, mert szerintem is sokkal egyszerűbb, és már hozzánk képest is modernebb ez az egész, mert már ugye mi is a számítógépek világában nőünk így fel, és már nekünk is így sokkal egyszerűbb, és szerintem a tanároknak is. A matematika mellett a kémia és fizika oktatásban is nagy hasznát veszik mind a diákok, mind pedig a tanárok a számítógépeknek. A számítógépnek a felhasználásával matematikai példákat oldunk meg most éppen per pillanat, de bármilyen más tantárgy esetében megvalósítható. Új ismeretszerzésre is használható, nagyon nagyszerűen tanároknak segíti a munkáját, és a tanulóknak az otthoni gyakorlását nagyon nagy mértékben elősegíti, mert tudja magát ellenőrizni, és a gép segíti a továbbhaladásban. A digitális tantermet pályázati és saját forrásból összesen 10 millió forintból alakították ki, hogy a gyerekek modern körülmények között sajátíthassák el a tananyagot. Ezzel ugye tudjuk biztosítani a gyerekeknek azt a lehetőséget, amit a kor, a gyerekek is, illetve a szülők is igényelnek, hogy a legmodernebb eszközökkel, ugye laptoppal, vagy ugye a saját okostelefonjukkal tudjanak bekapcsolódni az óra menetébe, és az itt megszerzett ismereteket otthon is tudják ugye gyakorolni. A kormány is támogatja a digitális oktatás fejlesztését. Közel 62 milliárd forintot fordít a tantermek modern kialakítására, eszközök beszerzésére, kísérleti programok támogatására. Az a célunk, amelyet a digitális stratégiákban is, digitális oktatási stratégiában is lefektettünk, hogy pár éven belül elérjük azt, hogy 500 fő alatti diáklétszámmal rendelkező iskolákban 100 megabit per szekundum, és e fölötti, tehát 500 diáklétszáma fölötti iskolákban pedig 1 gigabit per szekundum sávszélességgel tudjuk a diákok igényeit kiszolgálni. Fontos, hogy minden tanteremben, tehát ne csak minden iskolában, ami már megvalósult, hanem minden tanteremben hozzáférjenek a tanárok az internethez. Legyen lehetőség 3D-s megjelenítésekre, ahol az iskola erre pályázik, és ahol van olyan tanár, amelyik ezeket a szoftvereket tudja használni, meg tudja jeleníteni interaktív módon 3D-s eszközökkel azt, amit a diákok számára akár természettudományok területén, akár máshol meg akar jeleníteni. A digitális oktatás fejlesztésével a kormány fő célja az egységesen jó minőségű oktatás megteremtése 21. századi modern körülmények között. Ezt azért is tartják fontosnak, mert a mai diákok kétharmada valószínűleg olyan, ma még nem létező munkakörben fog dolgozni a jövőben, amely munkakör egészen biztosan a digitális világhoz kapcsolódik. Ingyenes és legálissá válik a telefonok függetlenítése október 24-től, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A mobil szolgáltatóknak azoknál a készülékeknél kell ezt megtenniük, amelyet hűségidővel kedvezményesen árusítottak, és az ehhez tartozó előfizetői szerződés lejárt. A függetlenítés akkor is ingyenessé válik, ha az előfizető még a hűségidő alatt kifizeti a készülék árát. Október 24-től a mobil szolgáltatóknak ingyenesen kell hálózatfüggetlenné tenniük azokat a készülékeket, amelyeket határozott időtartamú szerződéssel, azaz hűségidővel kedvezményesen adtak el, és a hozzájuk tartozó előfizetői szerződések lejártak. De akkor is ingyenes lesz a folyamat, ha a felhasználó szolgáltatót vált. Megtartja a telefonszámát és a korábbi szerződésben vásárolt telefonjának árát kifizeti. Ebben a nyíregyházi szervizben nap mint nap hoznak be telefont függetlenítésre, ez azonban jelenleg még egy törvénytelen eljárás, és nem is vállalják. Igazából a készülékek esetében a belső szoftvert megzavarja a külsőleges szoftveres beavatkozás, esetlegesen akkumulátorok, gyorsabban merülnek hálózatelvesztések, jöhetnek létre, és utána az csak belső alkatrészek cseréjével lehet utána orvosolni, esetlegesen alaplat cserével, ami egy elég húzós történet. Vágó Attila hozzátette, régóta várnak erre az újításra, ugyanis külföldön például már ez egy bevált folyamat. Akkor is ingyenes lesz a függetlenítés, ha a felhasználó szolgáltatót vált, megtartja a telefonszámát és a korábbi szerződésben vásárolt telefonjának árát kifizeti. A szabályozástól azt várják, hogy a felhasználók szabadabban válthassanak szolgáltatót, valamint kedvező piaci feltételekhez jussanak. Az október 24-i időpont alapvetően
két szempontból is fontos. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény, illetve a számadozásról szóló NMHH rendelet változik meg az előfizetők vonatkozásában kedvező irányba. A törvény az a határozott idejű előfizetői szerződések lejártát követően történő hálózat függetlenítést írja elő külön díjazás nélkül az előfizetők részére. Rendeletben szabályozott esetkörben ugye a számhordozási folyamat elindítását követően ugye a szolgáltató köteles lesz az előfizető kérésére külön díjazás nélkül a hálózati zárat feloldani, amennyiben a készülék ellenértéke kifizetésre kerül, vagy pedig az átvevő szolgáltató vállalja a fizetési kötelezettséget az előfizető helye. Folyamathoz kapcsolódó hálózati zár feloldása már a mobil számhordozás 2004-es bevezetése óta lehetőségként benne volt, azonban korábban ez csak külön díjazás ellenében volt köteles a szolgáltató elvégezni. Itt a szabályozó, az előfizető érdekének védelmében, illetve az ő pozíciójának erősítése érdekében ugye a külön díjazás nélkül történő hálózati zárfeloldás mellé, illetve mellett döntött. A szolgáltatók számításba veszik, mikor kötöttek szerződést, akinek tehát nem sürgős készülékük függetlenítése, érdemes kivárni az új jogszabály hatályba lépéséig hátralévő időt. Ön az adott irányba nem kezdeményezhet hívást. Emelkedik bruttó 4 forinttal a gázolaj literenként a nagykereskedelmi ára szerdán, a 95-ös benzin ára azonban nem változik. A gázolaj legutóbb múlt pénteken változott, akkor 3 forinttal nőtt, a hét közepétől pedig 363 forint lesz az átlagára. A 95-ös benzin legutóbb múlt szerdán csökkent, így jelenleg is átlagosan 349 forintos literenkénti árért tankolhatnak a kutakon. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Letört egy csapórudat egy pótkocsis teherautó Keddélben, Nyíregyházán. Az autó a városból kifelé közlekedett, amikor a Kálói úton a vasúti átjárónál már nem tudott áthajtani a félsorompó alatt. A sofőr állítása szerint előtte hirtelen fékeztek, ezért nem tudott áthajtani. Viszont így is eljárás indul ellene, vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet gyanújával. Október 4-én, azaz holnap lesz az Állatok Világnapja. Részletek hamarosan, de előtte nézzük a híradó további témáit. 11 női, 7 férfi és 7 utánpótlás csapat, összesen 25 együttes szerepel a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kézilabda bajnokságokban. A megyei szövetség tovább folytatja játékvezető képző programját, valamint ismét megrendezik majd a Hun Ior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát is. Győzelemmel kezdte hazai mérkőzései sorát a nyíregyházi kosársuli csapata a női amatőr NB1-ben. Az NKS a Szolnokot győzte le 71-52-re, a nyíregyháziaknál valamennyi játékos pontot szerzett. Október 4-én, azaz holnap lesz az Állatok Világnapja. Ennek apropóján az Állatbarát Alapítvány munkatársai felhívják az állattartók figyelmét a felelős állattartásra, kiemelten az ivartalanítás fontosságára. A világnap az állatok védőszentjéhez, Assisi Szent Ferenchez köthető. Ő Brutus, a sérült kankutyus pár napja került be az állatotthonba egy hatalmas sebbel a hátsó lábán. Sajnos nem ő az egyetlen sebesült négylábú. Tüzelési időszakban a kankutyák előszeretettel szöknek el otthonról, és ezek a kalandok sokszor komoly sérülésekkel érnek véget a számukra. Az ilyen balesetek és a nem kívánt almok száma is csökkenthető lenne az időben elvégzett ivartalanítással. Nagyon sok állat kerül a kidobásra Magyarországon évente több mint 100 000, sőt, hogy inkább úgy fogalmaznak, hogy több 100 000 kerül kidobásra. Ezért nagyon sok kóbor állat van Magyarországon. Ebből a szempontból szeretnénk felhívni az ivartalanításra a figyelmet. Állatotthonunk jelenleg tehát házzal működik, 120 férőhelyen körülbelül 190 kutyusunk, és 30 férőhelyen körülbelül olyan 80 darab cicánk van elhelyezve. Az állatotthon bár teltházzal üzemel, amikor örökbefogadásról van szó, alaposan megvizsgálják, hová kerülnek a négylábúak. Egy beteg állatot kifejezetten, hogyha sérült, mozgássérült bénakutyusról beszélünk, mindenképp olyan helyet próbálunk neki keresni, ahol erre adottak a feltételek. Tehát olyan helyet például, hogy lakásban legyen tartva, az udvar akadálymentes legyen a kutyus számára, de mégsem legyen felügyelet nélkül hagyva. Tehát mindenképp próbálunk minden feltételt
figyelembe venni. Az állatok világnapja 1931-e óta október 4-e, vagyis Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének halálának napja. Ilyenkor nem csak a házi kedvencekre hívják fel a figyelmet, hanem a vadon élő állatokra is. A jeles nap alkalmából a nyíregyházi állatpark 50%-os kedvezményt biztosít minden látogatójának. Évente más-más tematikája van az állatok világnapjának. Az idei rendezvény kiemelt témája a hazai erdők élővilága, a nap kiemelt állata pedig az európai bölény. A gyerekeknek lesz nyomolvasás, erdészeti bemutató, múzeumozó a Józsa András Múzeum pedagógusaival, kézműves foglalkozás és játékos feladatmegoldás is. A programok a délelőtti órákban zajlanak majd, amíg délután a megszokott állatbemutatók, a papagáj és fókasó tekinthető meg. Tizenegy női, 7 férfi és 7 utánpótlás csapat, összesen 25 együttes szerepel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda bajnokságokban. A megyei szövetség tovább folytatja játékvezető képző programját, valamint ismét megrendezik majd a Hunyor Kupa nemzetközi utánpótlás tornát is. A magasabb osztályokban már elkezdődött a szezon a kézilabdázóknál, sőt már megyei szinten is elindult a pontvadászat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szövetség igyekszik mindent megtenni azért, hogy ne csökkenjen, sőt lehetőség szerint nőjön a csapatok száma. Az elmúlt szezonhoz képest 3-mal több gárda vág majd neki a 2017-2018-as bajnokságnak. A hölgyek már pályára is léptek. A 11 csapatos megyei bajnokságból már az első forduló lezajlott, a férfiaknál 7 csapatos megyei bajnokságról beszélünk, itt majd a jövő hétvégén, október 7-ével kezdődnek el a küzdelmek, illetve beszéltünk utánpótlás bajnokságról is, amely szintén 7 csapatot számlál, ennek nagyon örülünk, hiszen hát ők adják majd az alapját a későbbi felnőtt kézilabda csapatoknak, úgyhogy a megyei kézilabda az elindult, és nagyon örülünk annak egyébként, hogy megyei szövetségként nem csak a megyei bajnokságokat rendezhetjük meg, hanem a nőknél az MB2-t is a mi szövetségünk rendezi, hiszen itt is vannak azért érdekeltjeink, hiszen a Máté Szalka, a Vitka se például azt hiszem, hogy méltán képviseli a megyét, és természetesen nem hagyhatjuk ki a Kölcseinek a női kézilabda csapatát, amely azt hiszem, hogy már országos hírrel is rendelkezik. A szövetség több programot is elindított az elmúlt években, ezek egyike az úgynevezett Jump program, amely a játékvezetők képzését szolgálja. Nagyon nagy szükség van arra, hogy olyan képzett játékvezetők legyenek, akár a megyei bajnokságban is már, akik azért már tényleg az kellő szakmai tapasztalattal és kellő szakmai tudással bírnak, ez nagyon fontos, és ezt nekik meg kell szerezni, ezért örülünk annak, hogy ez a CSAM program, amelyet már hosszú évekkel ezelőtt elkezdett a megyei szövetség, ez a későbbiekben is folytatódhat, és folytatni is kívánjuk, mert ennek a pozitív tapasztalata, én úgy gondolom, hogy országos szinten is már kamatoztathatóak, és nagyon sok olyan játékvezetői páros került ki innen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, aki aztán országos szinten, sőt, nyugodtan mondhatjuk, nemzetközi szinten is bizonyított. Baracsi Endre még elmondta, hogy ismét megrendezik a Hunyor Kupa nemzetközi utánpótlás tornát, valamint a Diák Olimpia összevont labdajátékok országos döntőjének szervezésében is jelentős szerepet vállal a megyei szövetség. Győzelemmel kezdte hazai mérkőzései sorát a nyíregyházi kosársuli csapata a női amatőr NB1-ben. Az NKS a Szolnokot győzte le 71-52-re. A nyíregyháziaknál valamennyi játékos pontot szerzett. Szezonbeli első hazai mérkőzésén hamar tetemesen őre tetszett a nyíregyházi kosársuli a Szolnok ellen. 3 perc elteltével már 10-0-át mutatott az eredményjelző. A különbség azonban az első negyed végére mindössze 3 pontra apadt. A második és harmadik negyedet egyaránt magabiztosan hozták a nyíregyházi lányok, az utolsó etapban pedig elsősorban már a fiatalok kaptak lehetőséget, akik döntetlenre mentették a negyedet. A végeredmény így is szépen alakult, 19 ponttal 71-52-re diadalmaskodott az NKS a Szolnok felett. Az igazság, hogy nagyon nehéz úgy mérkőzés játszani, hogyha a csapat pillanatokon belül 10-0-ra vezet, ugye akkor egy picit már a koncentráció és a figyelem az lanyul. És az utolsó negyednek pontosan az volt az eredmény, hogy azok a játékosokat, akik addig kevesebbet voltak pályán, megpróbáltuk minél többet játszatni, főleg azért, mert utána még volt egy junior mérkőzésünk, ahol a csapatnak a 80%-a még játszott, ezért tényleg azok játszottak a negyedik negyedben, akik előzőleg kevesebb játék lehetőséget kaptak, meg hát az idősebbek is egy kicsikét, hogy pihenjenek, jönnek meg a következő mérkőzések, meg hát ugye azért azt tudni kell, hogy ezt mindig elmondjuk minden egyes alkalom, ez egy új csapat.
Hát ezeknek a játékosoknak össze kell érni, egészen más játékstílust kell játszani, egészen másként kell magát a játékképét nézni, de nincs meg az a masszív kettő center a palánk alatt, aki eddig megvolt. Ezt kell nekünk valamilyen szinten helyettesíteni a kinti kis emberekkel. Ez a mérkőzés erre tökéletesen jó volt. A mérkőzésen valamennyi nevezett játékos szóhoz jutott a nyíregyházi kosársuliban, a csapategységet pedig jól mutatja, hogy bár senki sem ért el 10 pontot, de mindenki dobott kosarat. Alapvetően, tehát én jobb szeretem a csapatot, tehát a csapatjátékot, ettől függetlenül, ugye vannak olyan játékosaink, akik, hogyha kell, akkor megrázzák magukat is, több pontra képesek, tehát például a Pap Claudius pontosan ilyen játékos, de ő viszont annyira jó játékos, hogy ő tudja, hogy amikor nem kell, akkor nem fogja magát túl sztárolni, túl sok pontot dobni, hanem megpróbál inkább a kisebbeket helyzetbe hozni, és megpróbál inkább velük pontot dobatni, pontosan azért, hogy mindenkinek meglegyen a kellő önbizalma. Tehát ugye, ha valaki azért amatőr NBA-s mérkőzésen pontot dob, akkor azért kellő önbizalommal fog neki vágni a következő mérkőzéseknek, és azért lesznek nekünk olyan mérkőzések, ahol ezekre a pici kis pontocskákra mindig szükségünk lesz majd. A nyíregyházi kosársuli csapata 2 győzelmével a 3. helyen áll a női amatőr NBA-ben. Az NKS a következő fordulóban Budapesten lép pályára a Kislenke KS ellen. Híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Bár a 16 és 74 év közötti korosztály több mint 80%-a felhasználója valamelyik közösségi médiának, az internet veszélyeivel sokan nincsenek tisztában. A biztonságos internet használatot elősegítő információs anyagokat tesz közzé a rendőrség. A kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a közösségi oldalak veszélyeire, ugyanis egyre gyakrabban válnak csalás vagy zaklatás áldozatává a felhasználók. Közel 62 milliárd forintot fordít a kormány a digitális oktatás fejlesztésére. A fő cél az egységesen jó minőségű oktatás megteremtése 21. századi körülmények között. A nyírbátori Bátori Anna református általános iskolában pénteken átadott digitális tudásterme is a jövő felé mutat, a gyerekek modern oktatását szolgálja. Ingyenessé és legálissá válik a telefonok függetlenítése október 24-től, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A mobil szolgáltatóknak azoknál a készülékeknél kell ezt megtenniük, amelyet hűségidővel kedvezményesen árusítottak, és az ehhez tartozó előfizetői szerződés lejárt. A függetlenítés akkor is ingyenessé válik, ha az előfizető még a hűségidő alatt kifizeti a készülék árát. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 3-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, éjjel nyugat felől egy hideg front vonul át térségünk felett, aztán szerdán délnyugat felől már melegedés kezdődik. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult idő várható, majd hajnaltól fokozatosan kiderül az ég. Eső, zápor többfelé előfordulhat. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél is megélénkül. Reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős, napos idő várható, majd délutántól megnövekvő fátyol felhőzet mellett szűrt napsütés valószínű, számottevő csapadék nem lesz. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még csak elvétve lehet kisebb zápor, több órás napsütés, 20-21 fok körüli csúcs hőmérséklet várható a szeles időben. Pénteken azonban újabb hidegfront vonul át felettünk, esők, záporok kíséretében. A hétvégén, jövő hét elején több fokkal hidegebb levegő érkezik fölénk, emiatt jelentősen visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, éjszaka több helyen várható talajmenti fagy. Változékony marad az idő, felhős és napos időszakokra is számíthatunk, elszórtan záporok is lehetnek.